Ez a zenekarom a Dr. Walter Blues Társasága, ez 2 évvel ezelőtt indult útjára. Ennek volt egy olyan előzménye, aminek az volt a neve, egy olyan zenekar, az volt a neve, hogy Dr. Walter and the Lawbreakers. Ez egy 15 éves kislány, jobban mondva, gyermekünk az is, jobban mondva a gyermekem, hiszen annak idején innen Debrecenből indult el az a zenekar. Bejártuk vele Európát, hiszen olyan sajátos, érdekes műfajt játszottunk, amit tulajdonképpen még mai nap sem létezik a különböző fesztiválokon itt Európában. Tradicionális akusztikus blues-t játszottunk, ez Isten igazából annyit jelent, hogy afroamerikai zenét. Ott is tulajdonképpen a Mississippi Delta blues muzsikáját játszottuk, tehát a Delta vidékről mindenféle akusztikus, tradicionális blues muzsikát. Hát ezt, mint említettem, 15 évig csináltuk, amíg úgy egy kicsit ki is fáradt a dolog, ahogy ez lenni szokott, meg hát tulajdonképpen azt az anyagot, amit meg akartunk volna mutatni a nagy közönség számára, azt sikerült bemutatni, illetve megcsinálunk, előkészítenünk. A legnagyobb szívfájdalmam az, hogy Európában sokkal nagyobb hírnevet szerzett ez a zenekar, tehát a Lawbreakers, mint itthon Magyarországon, de hát így volt ez valószínűleg jó. A 2004-ben megszűnt a zenekar, és ez a Dr. Walter Blues Társasága nevű csapat, az tulajdonképpen debreceni, illetve Debrecen környéki zenészekből verbúváltam össze. Régi jó ismerősök ezek az emberek, jó öreg bluesisták, akik ezt a műfajt már maguk is lassan, van, aki 15-20 éve műveli kisebb-nagyobb sikerekkel. Nagyon-nagyon szerencsés összetalálkozás, ez jó ezt mondani egy zenekarvezetőnek, mert ugye az, hogy még találkoznak emberek, megbeszélik azt, hogy de jó lenne valamit csinálni ebben a műfajban, az még ugye nagyon-nagyon kevés, hiszen van egy zenekar életében egy összeszokás, ami 1 vagy 2 évig is elhúzódik. Illetve ez alatt az 1-2 év alatt az összecsiszolódás mellett ugye még jobban kialakul a stílus irányzat követése, illetve különböző kísérletek ezekben a stílusokban, és ezzel valaki vagy egyetért, vagy nem, vagy sikerül, vagy nem. Na most, mint említettem, én már olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy olyan embereket sikerült magam mellé venni, akik ezt a műfajt, amit mi játszunk, amit igazából a Dr. Walter Blues Társasága játszik, ez Chicago Blues. Ez a neve is mondja, hogy ez is úgy szintén az amerikai kontinensről való, afroamerikai muzsikáról van szó.
kezében. Vannak terveink, ezen a nyáron azért már kísérleti programokat elindítottunk, de a jövő évben fog ez igazából kiteljesedni. Ez azt jelenti, hogy a zenekar három műsorral készül. Az egyik műsor egy ilyen unplugged jellegű dolog, ami azt jelenti, hogy javarészt akusztikus megszólalásban adunk elő nótákat. Hát itt természetesen azt mondanom sem kell, hogy egy kicsit visszanyúlva a Lawbreakers-es időszakra egy pár akusztikus blues számot dolgozunk fel ebben a műsorban, illetve a második műsorunk egy gospel koncert, amihez csatlakozik Zakar Ferenc Pozannal például, illetve elsősorban ugye Orosz Andrea blues énekesnő, szerintem az ország legjobb, Közép-Európa legjobb blues énekesnője. Vele csinálunk egy ilyen gospel műsort, hát itt is inkább tulajdonképpen azokról a dalokról vannak szó, amiket mi is úgy előástunk, tehát nem annyira ismertek, de ugyanúgy annak idején a templomokban énekelték. Mi kórus nélkül fogjuk ezt megcsinálni, hiszen annak idején is ezek a dalok nem először kórussal indultak, hanem otthoni zenélgetés formájában mindenféle családi ünnepségeken indultak el ezek a zenék. A harmadik műsorunk pedig ez a Chicago Blues vonalat vinni tovább, hiszen rengeteg anyag, illetve rengeteg előadó van még, aki például a közönség számára is teljesen ismeretlen, mert odaát az amerikai kontinensen sem biztos, hogy volt lehetősége lemezeket csinálni, vagy egy menedzser nem találta meg, de azért rendkívül tehetséges zenész volt, vagy zenekar volt. Na most őket vannak kapcsolataink, hogy meg tudjuk hallgatni, őket feldolgozzuk, de mint mondtam, illetve saját magyar nyelvű számokat is akarunk csinálni. Szóljon a blúzocska, mendes ősán blúz! Come on, come on.